3 0 vereség a Debrecentől jelenleg utolsó előtti kieső helye a labdarúgó MB egy tabelláján. A Loki elleni találkozó előtt menesztette a klub Horváth Ferenc vezetőedzőt. Két meccsen Vitelki Zoltán irányít az utód érkezéséig. Diós Győri futballhelyzetkép Bence és Miklós sportigazgatóval. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Miki, hát a legpessimistabb változat jött be úgy tűnik, bár nem tudom, arra számítottál, hogy Vitelki kolléga most gyorsan fel tudja rázni a csapatot? Mindennyian arra számítottunk, egyszer volt már egy sikeres periódus az Olymnak, nyilván ez a helyzet teljesen más, sokkal nehezebb helyzetbe vette át most a csapatot. Nem sikerült, hiszen látjuk, hogy vereséggel zárult ez a Debeseleni találkozó, és tényleg nem ott találtuk magunkat abba a pozícióból kell lennünk, hiszen kieső helyen vagyunk jelenleg, és mindenki kell lábalnunk most. Na most te megérted a szenvedélyes szurkolótábor dühét és csalódottságát? Ennek hangot adtak a Loki meccsen is. Loki meccs után. Hát ugye Diós Győr ebből szempontból nagyon sajátos közek, hiszen nagy szurkolótáborra rendelkezik, és ami ennek a nagy szurkolótábornak a jellemzője az, hogy borzasztóan érzelmes. És nem csak akkor, amikor rosszul megy, mint most a csapatnak, hanem akkor is, amikor jól megy. Mert hiszen olyankor a vállukon viszik a játékosokat az edzőt, ilyenkor nyilván ugyanúgy jogukban áll kinyilvánítani a saját érzelmüket, és ezt meg is szokták tenni. Hát igen, te aztán jól ismereted, mert ez a szurkoló tábor téged, mint a klubhoz ezer kötődő szakembert sokszor felemelt és, és támogatott. A szurkolók most kritizálják a klubvezetést és a játékos állományt is. Te miben látod a gondok alapját jelen pillanatban? Mindannyian felelősek vagyunk, tehát egyértelmű, hogy minden szegmensnek megvan a saját felelőssége, mint nyilván mi is hozhattunk rossz döntéseket, ugyanakkor szakmai stáb is, és nem feltétlen egyedül Horváth Ferenc nevét kell itt megemel, hiszen ő is egy stábban dolgozott, valamint a játékosokat is. Tehát ha, ha, egy ilyen pozíció vagyunk, mint ahol most találjuk munkat a tabellán, azt gondolom mindenkinek a saját felelősségét meg kell találnia, és meg kell oldani, hiszen az semmi, hol a játékos a vezetőségre mutat, az semmi, hol a, vezetőség a, a, a szakmai stábra, csak a szakmai stábra fölfelé. Tehát nem szabad, hogy káosz uralkodjon most a klubon belül. Nyilván a szurkolók megvan ez a joga, hogy kritikát fogalmazzon, de nekünk belül, házon belül meg kell találnunk a megoldást. Na most egyébként mi van most Diós Győrben? Ugye télen elment a húzó emberek közül Bognár István, elment Nikházi már Bacsa Patrik, és most friss hír szerint Elekákos is él egy lehetőséggel, és távozni fog. Ők a léket kapott hajót hagyják el. Miért nem sikerült megtartani őket? Nem, tehát itt ha először is megvizsgáljuk a neveket sorba, akkor Bocsa Patrik például a kölcsönbe, a klub döntés volt, hogy a Patrik kölcsönbe távozott. Szeretnénk, hogyha minél több játék lehetőséghez jutna, hiszen a tavalyi szezonban, ez, illetve ebben a szezonban az ősszel nem adott meg neki. A Mogesznek lejáró szerződése volt. Talán már egy kicsit akkor is abban gondolkodtuk, hogyha az Elekákos távozik, hiszen ez benne volt már korábban is ez a lehetőség, hogy az Ákos elhagyja a klubot. Akkor a busaival Puska Jatillával pótoljuk az Ákos játékát. Itt a Ferencvároshoz is történt a, a csereüzlet, illetve az Ákos kapcsán azért mindenképpen kell mondani, hogy amikor ide érkezett József mert akkor lesz, hogy ezt, hogy gyakorlatilag az ide érkezésével erősíteni szeretné a klubot, de addig, amíg nem érkezik ennek egy megfelelő ajánlat. Tehát ez most megérkezett, az időzítés az valóban nem szerencsés, vagyis rossz, Ugyanakkor... Ez hát igen, az, az egybeesések azok így... Igen, tehát sajnos újság, ezek szerencsétlenek. Lehet, hogy a szurkolók érzelmei tovább korbácsolhatják. Bizony, az így van, nagyon nehéz szezont élünk át ezáltal, de ez nem azt jelenti, hogy hogy nem a további is a bennmaradás lenne a célunk. lkk hova megy? Kazasztánba. Tehát kazak szerződést kapunk. No, eh, azt mondnak, hogy az megfelel a valóságnak, hogy az öltözőben a játékosok előtt kötöttétek fel az útilaput Horváth Ferenc nem nem, nem? nem, nem, egyértelmű, hogy nem. Szamosi Tamással és Horváth Ferivel hat volt egy beszélgetésem. Valóban a játékosok előtt is elmondtam, és az ő jelenlétükben, hogy váltások fog történni, de ez, ez De akkor ti már ezt megbeszéltél. A döntést ezek szerint te hoztad meg. A vezetőség hozta. A vezetőség, a a te voltál az, aki képviselte a döntést, de a vezetőség hozta meg. Tehát a tulajdonos, illetve a az ügyvezető. Te. Tehát ez az, volt. Ez a trió hozta meg. Mi az érzésed, hogyha már a tulajdonosról utalunk, Leistinger Tamás, van annak valóság alapja, hogy ő elvesztette a kedvét kisé klub tulajdonlással kapcsolatban? Volt azért olyan nyilatkozata, amiben azt érzékeltette, hogy azért ez nem egészen olyan üzletág, mint ahogy ő ezt elképzelte. Valóban olvastam ezt a nyilatkozatát, ami először is nagyon fontos leszögeznem, hogy szerintem nekem nem feladatom az ő ezzel, mert ugye, hogy is mondjam, értékelnem, de természetesen olvastam ezt a nyilatkozatát, és a futball egy másképp működő dolog, mint egyébként az üzleti világ. Ezt most ő is megtapasztalta, hiszen hiába teszi bele esetleg a szenvedélyét, a pénzét, nem biztos, hogy azok az eredmények exakt módon megnyilvánulnak, mint a gazdasági életben. És természetesen ebből a szempontból én megértem az akkori csalódottságát, de ez nem gyakorlatilag a jelenlegi helyzetünkre, hanem szerintem egy, egy, egy időszakra vonatkozott. Tehát természetesen Tehát, ott van, teszi be a pénzét, é, és ott é, van. van. Tehát a, ez látszott a, a téli igazolások kapcsán is, hiszen ő, ő sokat áldozott azért, hogy próbáljunk ezen változtatni a kialakult helyzeten. Arra nem gondoltatok el, hogy a kialakult helyzetben te vedd át a csapat irányítását? Hát nem tudom, szerintem nem gondoltál senki most a vezetőségből sem én, mégpedig amikor a akadémia igazgatónak ugye vissza szerződtem Diósgyőrbe, és nagyon rövid időn belül már a sportigazgatói székbe találtam magam, akkor leszögeztem, hogy én nem szeretnék ebből a székből soha vezetőjegyzői pozícióba kerülni, hiszen korábban nekem ez egy óriási csalódás volt, amikor úgy gondolom sikeres szezont zártunk a Diózsőrrel, ugye egyrészt feljutottunk az MB2-ből, hogy később ugye ötödik helyen váltás történt, akkor az a sportigazgató ült be az én helyemre, akivel korábban együtt dolgoztam, ez egy bizalmi kapcsolat. Mi nem akartad ugyanezt Együtt dolgozunk, tehát nekem ez egy olyan csalódás volt, amit én nem szeretnék, hogyha utána bárki megjelne. Azt mondd meg Miki, megvan-e már az új edző? Megvan az új edzőnk, csütörtökön tervezzük a bejelentését nem járunk messze a valóságtól, hogyha hogy a hírekben itt bizonyos információk megjelentek, mégpedig Len Bódog Tamás személyével kapcsolatban. Nagyon sok információ jutott hozzánk a hírekből, mert gyakorlatilag még nem történik meg a klub által a hivatalos bejelentés, ezért addig nem szeretnék ezekkel. Fogjelni. Magyar edzőtök lesz. Vagy magyar, vagy külföldi. Tovább nem tudom. Na minden esetre az az érdekes, hogy ugye legközelebb a videótonhoz mentek, és ennek megint csak még vitelki Zoltánnal, mert utána érkezik az új edzőtök, hatalmas jelentőség lesz. Milyen reményekkel, mit kell tenni ezzel a csapattal most? Először is ugye nagyon fontos az, hogy érezniük kell a játékosoknak, hogy a klubvezetés továbbra is támogatja őket. Tehát egyetlen egy cél legyen mindenki előtt. most ez nagyon fontos. Ha látjuk a tabellán a helyezésünket, akkor ki kell vívnunk az emberi es tagságot. Sem más cél nem lehet, tehát itt vizionáltunk most már többféle célt, mindenki nyissa fel a szemét, és erre kell figyelnünk, hogy gyakorlatilag jelenleg egy csapatot meg kell előznünk a tabellán. És azt gondolom, ez nem egy lehetetlen feladat, még ha nagyon-nagyon nehéz feladat is, és ezt kell elhitetnünk a játékosok, hogy erre képesek illetve vételkizajnak kell megtalálni azt a, azt a megoldást, ami esetleg az eredményes játékhoz vezethet. Milyen lelki vannak most ezek a labdarúgók, akik látok már több edzőt, most érkezik egy újabb edző, és hát rendesen kapják a, a kritikákat a közönségtől. Hát ami előtt meg Diós utaltunk, szóval ott nem lehet visszadumálni, hanem meg kell hajolni. Így van, meg kell hajolnunk, nem csak nekik, mindannyiunknak, hiszen azért az alázat az jellemző kell, hogy legyen arra, aki Györgyben bármilyen szerepet vállal, pont azért, mert van kinek játszani, van kiért kimenni a hétvégén a pályára, és nem, lehetnek ön, nem, lehet, nem lehet, senki öncélú. Na most közben a kupában ott vagytok a 16 között, és kifogtátok a Fradit, most a bajnokságra kell koncentrálni? Nézd, nem is olyan régen fogalmaztuk meg, ugye szurkoljunk két a szurkoló felé céljainkat, de volt olyan három mérkőzésünk, ami minden borított. Tehát itt azt gondolom, hogy ha jó úton akarunk járni, akkor a legeslegfontosabb dolog az, hogy egy csapatot meg kell a jelenlegi NB1-es tabellán amellett nyilván, hogyha kupa sikereket el akarunk érni, az most az én szememben másodlagos. Világos értek, tehát az másodlagos, meg, 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 annak nincs értelme, amit mondasz, mint ha nincsen most már ilyen dumázgatás, hogy akkor sűrű a mezőn közepe, és akkor hanyadik helyen lehet még ebből a helyzetből végezni. Bent kell maradni, pont ez a erre fókuszálnak a Diós -Györbe. Nyilván elkezdődött a számolgatás, és azt láthatjátok, hogy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy az MTK-nál jobb a sorsolásotok, nem? Hát ez gyakorlatilag előről kezdődik minden, tehát hogy jobb vagy nem jobb, szerintem nem kell kapaszkodókat keresnünk, egyszerűen saját munkra kell koncentrálni, meg kell, ki kell a saját utunkat jelölni. Nyilván érkezik egy új vezetőedző, neki kell ebbe egy markáns vonalat képviselni, és erre az útra rá kell lépnünk, és nem kell se jobbra, se néznünk, csak előre. Aki pedig nem követi őt, az annak azt gondolom, hogy ki kell, hogy álljon a sorból, és azt nekünk kell félretenni. Miki, végül ott kérdezzem meg, és tényleg nem a vezetőedző személyre, hanem inkább az, hogy most ebben a helyzetben milyen szakembert kerestek, kerestetek. Valakinek válságmenedzserként odaadjátok fél évre ezt a csapatot, és az a feladat, hogy tartsa bent minden áron, aztán majd meglátjuk, mi a folytatás, vagy valakit igazoltok, akivel hosszú távon számoltok, elvileg, talán még attól is függetlenül, hogy mi lesz a végén az eredmény az mb 1 ben Én az utóbbit jelölöm ki útnak, hiszen az sok edzőváltás volt már az elmúlt időszakban, mondjuk amióta itt vagyok, azóta gyakorlatilag egy edző lemondott, tehát nem mi váltottuk le, hiszen Egervári Sándor önszentából távozott, és e, Horváth Ferenc pedig ugye még talán az utóbbi időben rekordidőt is töltötte a, a edzők között, de azt gondolom, hogy sikerkulcsa mindig az állandóságban rejlik. Tehát, hogyha nincs meg az a szakmai állandóság, mindig cseréljük vagy a játékos állományt, vagy az edzőt és a szakmai stábot ezáltal, akkor egy ilyen hullámzó teljesítmény lesz az eredménye, és nem fogjuk megtalálni önmagunkat. Világos, tehát ti most nem egy fél éves válságmenedzsert igazoltok a kispadra, hanem hosszú távra egy edzőt, akivel bármi is lesz a tavasszal, felépítitek azt az új Diós vagy azt a újra felerősített Diós -Györt, amit gondoltok. Így van. Hát akkor sok sikert a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.